Egy ilyen csodás napon, mint a mai, egy ehhez nagyon hasonló vidéken történt. Így kezdődik a Rút kiskacsa című Hans Christian Andersen mese alapján készült rajzfilm. Ó, a rúzsa bimbó lehetnék, rám szállnának szépen a lepkék. Így pedig a Süsü a sárkány, az egyik legismertebb magyar televíziós bábfilm sorozat, amelyet Csukás István írt. A két világszerte ismert író majdnem 130 év különbséggel ugyanazon a napon született, április 2-án. 1967 óta ez a nap hivatalosan is a gyermekkönyvek nemzetközi napja. Az ünnep célja, hogy felhívják a gyermekek figyelmét az olvasás fontosságára, és megszerettessék velük a könyveket, amelyekből óriási a kínálat. Magyar nyelvű gyermekkönyvek nagy számban jelennek meg a népességszámhoz képest. Évente több mint 3 millió gyermekkönyvet adnak ki, ez az össznyomtatott példányszám. Ez picit egyébként a tavaly évben csökkent, amiatt, hogy a válság az sajnos kilőtte ezeket a programokat, vagy a bemutatókat, de azért így is még számos könyv jelent meg. És több mint 300 vagy 400 olyan szerző alkotása jelenik meg évente, amik eljuthatnak így a gyerekekhez, családokhoz, szülőkhöz. Nagy hagyománya van a magyar mesekönyveknek. Napjaink legkeresettebb írói közt szerepel Berg Judit, Lackfi János és Varró Dániel, míg az idősebb generáció Benedek Elek, Lázár Ervin vagy Ijjés Gyula írásain nőtt fel. Meseköntösbe bújtatva komoly témákat is feldolgoznak a szerzők, így egy gyermekkönyv valójában nem csak a kisgyerekeknek szól. A gyermekirodalomban három nagy kategória van, az 0-6 éves korig. Egyébként ebben a kategóriában jelenik meg a legtöbb könyv, ez nagyon érdekes. Van a 6-12 vagy 14 éves korig, és utána az e fölött az ifjúsági irodalom. Ebben a harmadikban van a legkevesebb. Nyilván itt kevesebb az illusztráció, több a szöveg, jobban kevesebb író van, aki ezzel a korosztállyal, tehát kifejezetten az ifjúsági irodalommal foglalkozna, de születnek nagyon értékes könyvek. Bár sokan azt gondolják, hogy könnyű jó mesét írni, valójában ez nem így van. A gyerekek őszinte véleményformálók, ezért nem könnyebb nekik írni, mint a felnőtteknek. Sőt,